Sziasztok! Na hát egy eléggé váratlan helyszínre jelentkezem, mégpedig Észak-Olaszországból, ugyanis most pár napot itt a Dolomitoknál fogunk tölteni. Én még sohasem voltam itt, és lenyűgöző a táj, azok a helyek, amiket eddig látunk, és amiket majd mi meg szeretnénk látogatni. Egyébként Bolzano megyében vagyunk, Ausztrián keresztül jöttünk autóval, és én nem tudok olaszul, úgyhogy lehet, hogy a helyeknek a nevét azt nem helyesen ejtem ki. De amihez tulajdonképpen jöttünk, vagy ami az utazásunknak így a középpontjában áll, az egy tó. Mégpedig a Bairesto, aminek ki fogom írni meg mindenek másnak is a nevét, hogy ti is tudjátok, mert nagyon-nagyon szeretném ezt a helyet ajánlani nektek is, hogyha síelni jönnétek, vagy nyári időben biciklizni, túrázni, de egyébként rengeteg program lehetőség van itt családok számára. Autóval nagyjából 7,5 óra az út ide Budapestre, mi Budapestről indultunk, szóval a tegnapi napunk az csak az utazással telt, ugyanis Grazban megálltunk egy kicsikét város nézni, mert még Grazban sem jártunk korábban. És a mai nap az első teljes napunk itt, viszont délelőtt nagyon-nagyon esett az eső, úgyhogy azokat a felvételeket is majd mindenképp bevágom azért, mert elmentünk a tóhoz, és fantasztikus volt a kilátás, fantasztikus a tónak a színe, hogy mennyire kék, viszont nem láttuk az összes hegyet, illetve hát nem nagyon lehet sok mindent látni amúgy sem, mert óriási nagy köd van. Na lényeg a lényeg, hogy az eső az kicsit elmosta így a fél napunkat, úgyhogy a sétálgatás után meg egyébként abszolút fel vagyunk tök jól öltözve, meg a hideg időre felkészültünk, és esernyő is van nálunk, de tudjátok, mi az esőben túrázni. Egyrészt, mivel földúton túráztunk volna, ezért kicsit veszélyesnek gondoltuk, másrészt pedig ugye zavaró az, hogy már minden egy csuram víz, úgyhogy nem szerettünk volna betegek sem lenni, úgyhogy egy kicsikét tovább toltuk még ezt a túrázás ötletét. Visszajöttünk most a szállásunkra, most délután van, és meglátjuk, hogy még mi lesz a mai programunk. Minden esetre engem abszolút annyira lenyűgöz ez a hely, hogy mindenképpen szerettem volna vlogolni és átadni nektek azt, amit mi itt látunk, főleg úgy, hogy a szállásunk 10/10, ez a házikó, ami tulajdonképpen egy ilyen osztrák stílusú vendégház. Mivel fél órányira vagyunk az osztrák határtól, ezért még itt mindenki a megyében amúgy németül beszél, minden németül van nagyjából kiírva, vagy németül és olaszul, és mindennek ilyen nagyon osztrák stílusa van. Ez, ahol itt ültem, itt volt a kamera, és hát ez tulajdonképpen egy ilyen kisház-szerű kerti rész, de nem kisház, mert ugye az ablak túloldalán ugye már csak a fák vannak, és itt van még egy kemence is, de természetesen ez csak a legkisebb része annak a háznak, amiben vagyunk, ami ez lenne. És itt nagyon sok lakás megtalálható ebben a vendégházban. Egyébként élnek is itt egy család, akiknek a bejárata a túlsó oldalról van. Bookingon találtuk egyébként ezt a szállást, és ez itt a mi kis teraszajtunk. Onnan hátulról kell bemenni hozzánk, de így ez az alsó rész a miénk, ez a másik alsó rész pedig már valamilyen másik családhoz tartozik. Bevágok majd többféle felvételt is a ma reggelről, mert bár esett az eső, viszont egy kicsikét jobban lehetett látni a hegyeket, illetve a fákat, mert most tényleg nem látszódik semmi. Viszonylag jól ki van építve az út, azon jöttünk fel autóval, de nagyjából 20 percen keresztül csak itt megyünk a kis dombon lefelé, hogy a városba érjünk, tehát így ezért viszonylag messze laknak a nagyobb városoktól itt. Szóval ezen a környéken nagyon-nagyon sok olyan hely van, ahol tavak vannak, ahol lehet kirándulni, hegyekre felmenni, stb. Nyilván síelni is, hogyha valaki síelni szeretne. Ezeket a helyeket szerintem le fogom tenni majd nektek a leírásba, hogy hát ha valaki erre szeretne majd valamilyen programot szervezni, vagy utazást szervezni, mert ebben a vlogban értelemszerűen nem fogok tudni mindent megmutatni, hiszen nem lesz nekünk sem időnk arra, hogy mindent bejárjunk, de remélem, hogy egyszer majd még sikerül visszajönnünk, mert tényleg így 2 nap az így nem elég arra, hogy mindent megnézzünk. Thank you.
Na, a mai helyszínünk a Missourina-tó, és viszonylag korán felkeltünk, hogy az esőt megelőzve ideérjünk, és a kocsiban reggeliztünk egy szendvicset. Elvileg az időjárás előrejelzés szerint délután 2 körül fog majd beindulni az eső, és egész nap után esni fog. Eléggé hideg van, de rendesen fel vagyunk öltözve, úgyhogy most körbe fogjuk sétálni ezt a tavat. You've been gone. Látott a túlsó felében a tónál látjátok a házat, ahonnan indultunk. Nagyjából 1 óra alatt ezt körbe lehet egyébként így lazán sétálni. Itt meg még ugye egyelőre le van zárva a sífelvonó, de hát gondolom idővel majd ez is kinyílik. Amúgy hihetetlen élmény lehet itt sielni, meg nem tudom, korcsolyázni a tavon, hogyha befagy. Na, úgy tűnik, hogy ez a kirándulás itt egy tó túra, ugyanis egy újabb tónál vagyunk, amit útközben meglátunk és megálltunk, mert annyira szép, de közben már elerett az eső, úgyhogy dél van egyébként, úgyhogy a 2 óra az nem sikerült így az előrejelzésnek pontosnak lennie, de most mondtam ezt a tavat is. Most ennél a parkolónál álltunk meg, itt 6 euró az egész napos parkolás, szerencsére bőven van hely, és ott az automatában kell egyébként megvenni a parkolójegyet, amit a kocsiban kell hagyni, ahol tegnap megálltunk, az kicsikét közelebb van a tóhoz, viszont ott meg 10 euró a napi jegy, úgyhogy ezt csak azért mondom, mert mindenhol fizetni kell a parkolásért, úgyhogy értelemszerűen azért a legtöbben ugye kocsival vannak, úgyhogy ezzel még érdemes számolni, hogy egyes helyeken 10 vagy akár több euró is lehet a parkolás, illetve az utakon való áthaladás. Na, ma azért kicsit jobb a kilátás, ugyanis most már lehet látni ennek a hegynek például a csúcsát, amit tegnap nem láttunk, illetve hát ja, a tegnapi felvételekből tényleg alig hallatszódik valami. Szerintem egyébként ez a tó így az egyik legszebb, amit életemben láttam. Úgyhogy ha valaki erre jár, akkor mindenképpen ajánlom, hogy sétáljatok körbe. Nagyjából ez egy, hát én egy 4,5-5 kilométernek tippelném ezt a sétát körülötte. Most már egy jó ideje sétálgatunk, de elég sokszor meg is álltunk fotózkodni, meg ugye csak így csodálni a tájat, úgyhogy az időben nem tudom megmondani, hogy mennyi a reális ideje annak, hogy ezt körbe sétáljátok. Visszajöttünk a szállásra, leraktuk a kocsit, egy kicsikét pihentünk, meg voltunk bevásárolni, mert holnap elég korán fogunk hazaindulni, úgyhogy szendvicseket fogunk majd csinálni a hazaútra, de lényeg, hogy most még egy kis sétára jöttünk, úgyhogy mutatom a környéket, meg ezt a hegyet, amin van a mi szállásunk is. Ezek a vendégházak egyébként csodálatosak, és vagy hát nem tudom, hogy mindegyik vendégház, a legtöbb egyébként egy családoknak a háza, mert látszik a kertben, meg mindenben, hogy így gyerekek élnek ott, kis játszótér van, meg minden, de szerintem, mivel ezek óriási nagy házak, ezért egy-egy emeletet ki szoktak adni a turistáknak.
levegő. Itt az almafröccsömmel akkor el is köszönnék. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és akkor a helyek listáját, amiket nem látogattunk meg, de nagyon-nagyon szívesen tennénk majd a jövőben, azt mindenképpen tudom a leírásban nektek. Remélem, hogy tetszett ez a videó, nagyon jól érzük magunkat, és tényleg csodálatos helyeken jártunk, még az eső sem rontotta el az egész utazást, úgyhogy holnap már csak hajnalban indulunk vissza a Budapestre. Úgyhogy ennyi lett volna ebben a vlogban. Remélem, hogy tetszett nektek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!